Legutóbb november 10-én ülésezett az Értéktervbizottság, és bár most kevesebb javaslatot kaptak, 4 értékkel tudták bővíteni a megyei listát. Ezekkel együtt már 133 tételt tartanak számon. Bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba Makra és Zsuzsa Zománc művész tevékenysége, akinek alkotásai a Kecskeméti képtárban, a Nyíregyházi Városi Galériában, de Nyírbátorban és Ökörító Fülpösön is megtalálhatóak. Helyet kapott az értéktárban dr. Pető Ferenc munkássága, akinek nevéhez többek között az újfehértói fürtös megy nemesítése fűződik, és aki 2004-ben a Magyar Köztársaság érdemrend lovakkeresztje elismerést is megkapta. A hetefehércsei családi temető, amely egy különálló temető, a Boli Horváth családnak a temetője, amely szinte országosan egyedülálló, ez is a megyei értéktár része lett, és hát a Szent László zarándoklat megyénket érintő szakaszai, ez 6 települést érint, Szabolcs, Napkor, Kisvárda, Laskod, Mária, Pócs településeket, és hát ez a Szent László zarándoklat és a Szent Lászlóhoz kötődő kulturális örökség, ez pedig a Megyei Értéktárbizottság döntése után egy újabb javaslattal a Megyei Értéktár után a Magyar Nemzeti Értéktárba is értékként került felterjesztésre. Bízunk benne, hogy újabb nemzeti értékkel bővül majd a Hungarikum Bizottság döntése után Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Hogy mikor fog ülésezni a Hungarikum Bizottság, azt egyenlőre nem tudni. Ehhez megfelelő mennyiségű, kidolgozott javaslatra van szükség. Ekkor dől majd el az is, hogy a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely és a Pócsi Búcsú bekerül-e a hungarikumok közé.